Sziasztok, Dömény István vagyok, a Spirituális Tanok Közösségnek az alapítója és a vezetője. És most egy bemutató előadáson ültek, méghozzá három képzésről is szeretnék beszélni nektek. Az egyik ez a Spirituális Erők Tanaképzés, ez az Önfejlesztés Tanaképzés, és van még egy képzésem, ez a Belső Béke Képzés. Sőt, már egy negyedik is, de arról már nem fogok beszélni, mert ahhoz szükséges az, hogy ezen a képzésen már három fogadatot elvégezzetek, úgyhogy ez nem aktuális jelenleg. Hát van egy csapatom, akik jelenleg végzik ezeket a képzéseket, jelenleg olyan 800 fő körül vannak. Van egy YouTube oldalam, hogyha bejutod a YouTube-ra Dömény István, akkor megtalálsz. Jelenleg olyan 300 ezer nézettsége van ennek a csatornának. Én hosszú évek óta tartom ezeket a képzéseket. Van egy nagyon összetartó, szeretetteljes közösségünk, akik rendszeresen összejárunk, találkozunk, és azért vagyunk, hogy egymást segítsük. Ezek a képzések rólatok szólnak, arról szól, aki elvégzi a képzést, és hogy mit adnak ezek a képzések? Hát semmit, és mindent. Csak azt adja neked a képzés, amit te ki tudsz belőle venni. A képzés egy lehetőség arra, hogy megismerd önmagad, hogy fejlesd önmagad, hogy megtudd ki vagy, és olyan magasságokba emeld magad, ahova csak akarod. Nincs felső határa a felemelkedésnek. Hogyha valaki valamilyen új dologba belevág, legyen az egy asztalos munka, egy gyermeknevelés, mindig az embernek bele kell tenni az idejét, az energiáját, a figyelmét, mert ha nem rakod bele a gyermekedbe a figyelmedet, akkor biztos, hogy fel fog nőni az a gyermek, de mindez a szeretet, az a gondoskodás, vagy az a nem törődömség, az a magára hagyás, az mind visszaköszön majd később az életedbe, és bizony egy életet élsz együtt a gyerekeddel általában. Úgyhogy érdemes beletenni az energiát, de egy szakmában is így van. Ha belevágsz egy asztalos munkába, kitalálod, hogy holnaptól, hogy én most asztalos leszek, és elkezdesz tanulni, akkor minél több időt teszel be abba az asztalosi munkába, annál profibb leszel, annál ügyesebb leszel, annál jobb munkákat tudsz majd ellátni, és ez így van önmagaddal is. Mindezek a dolgok, amiket általában tanítanak az iskolákban, azok sosem rólad szólnak. Tanulhatsz asztalosnak, villanyszerelőnek, tanárnak, sorolhatnám bárminek, sosem rólad szólnak, hanem valamely lexikális tudásnak az elsajátítása, annak a gyakorlatban való megtanulása, és azt a mindennapokban alkalmazása. Na de hol vagy te? Ez nem könnyű út. Nem könnyű út magadba. Mert bizony, szoktam mondani viccesen, hogy a felnőtt korunk arról szól, hogy a gyerekkorunkat rendbe tegyük. Nagyon sok szomorú emléket hordozunk magunkba, sok bánatot, sok olyan csalódást, amivel nem akarunk találkozni. Sok olyan negatív jellemvonásunk van, mint lustaság, ingerültség, haragosság, sorolhatnám, amivel nem akarunk szembenézni. Miért jó az nekem, hogy tudatosítom, hogy haragos vagyok? Hát azért jó, mert amíg nem tudatosítod, addig nem is tudod rendbe tenni. Mindazok a dolgok, amiket elnyomsz magadba, amit elutasítasz magadtól, azt nem tudod megnézni, és nem tudod megoldani. Így van ez azzal a haragos pillanattal, amikor 15 évesen apukáddal úgy összevesztél, hogy a mai napig nem tudod elfelejteni. Ez a 15 éves kori problémád most is ott van. Sőt, holnap, amikor a főnököddel elkezdesz beszélgetni, feljön az esemény benned, talán nem is tudatosan, hogy apukáddal milyen konfliktusban voltál, és bekapcsol abba a beszélgetésbe. És nem úgy válaszolsz a főnöknek, ahogy kéne, mert azt gondolod, hogy valami hasonló reakciót fog majd történni, ami apukáddal történt, amikor 15 éves voltál. Lehet, hogy az esemény 20 éve történt, vagy 40. De ha nem tetted rendbe, biztos, hogy benned van. Minden egyes dologban az életedben, amikor belefogsz valamibe, ha csak átkarolod a párodat, ha hozzászólsz a gyerekedhez, ha a kollégáddal beszélgetsz, mindegy, mit csinálsz, az életed minden pillanatában te benne vagy. Te mindig ott vagy, test, lélek, szellem, hármasságban. Például ott van benne az összes jellemvonásod. Ha benned van egy haragosság, és valami konfliktus meg kéne beszélni a kollégával, az a jellemvonás működik benned. Nem tudod olyan szeliden,
olyan együttműködően, olyan könnyedén megbeszélni a dolgot, mert a harag az feljön. Tehát mindig minden dologba az életedbe beleteszed önmagad, a te minőséged, az mindig megjelenik. Ugyanazt a tevékenységet, ha 100 ember elvégzi, ugyanazt a tevékenységet 100féleképpen végzik el. Mert nekik más a minőségük. Az egyik ebben jobb, a másik abban rosszabb, sorolhatnám. Egy picit mások vagyunk mindannyian. Gondolj csak bele, ismersz még egy embert, aki pont olyan, mint te? Nem. Nincs két egyforma ember, és ez pont így jó. Nagyon színes ez a világ. Kérdés, hogy neked jó-e úgy az életedben minden, ahogy most van? Nem akarsz semmit változtatni, minden happy, boldogság, így tökéletes. Ha így van, akkor nem kell semmit elvégezned, te kész vagy. De ha úgy érzed, hogy valamit még rendbe kéne tenni, csak egy valamit, akkor van értelme csinálni. Van értelme jobbnak lenni. Van értelme rendbe tenni valamit magadba, hogy ez a világba is megjelenjen. Mert a világ körülötted téged tükröz. Pont téged. A világban pont azt látod, amit a te minőséged mutatni tud belőle. Van egy nagyon érdekes sztorim, dolgoztam egy hagyományos munkahelyen, és volt ott egy úriember, aki egy rendkívül pokróc ember volt, egy rendkívül pokróc. Tehát mindenkibe csak a rosszat látta, minden dologba bele tudott kötni, amúgy jó szakember volt, azért dolgozott még a cégnél, de beszélgetni vele nem lehetett. Mégis a cég megtartotta, mert jó volt. Akkor bekerültem a céghez, nem voltam ott sokat, talán egy hete dolgoztam ott, jön hozzám egy kollégám, hogy te figyelj, nem menném már oda az Y emberhez, és nem beszélnéd meg vele ezt? Néztem rá? Hát jó, megbeszélem. Oda mentem, kedvesen megbeszéltük, elfordultam, mentem tovább. De viszont mentem felé, hallom, hogy veszekszik a kollégájával. Megyek egyre közelebb, oda lépek, felé fordul, mosolyog. Megbeszéljük a dolgokat, ellépek, fordul vissza, és mondja tovább a kollégának. Felém nem tudta tükrözni azt a minőséget, amit a másik felé. Vagyis amikor te megváltozol belül, ha csak egy dolgot rendbe teszel magadba, csak egyet, akkor megváltozik a világ körülötted. Nem az emberek változnak meg körülötted, hanem hogy kommunikálnak veled. Amit mondanak feléd, nem csak szavakkal, tettekkel, cselekedetekkel, ami áramlik feléd a világból, az téged tükröz. Ez rendkívül nehéz elfogadni egyébként, hogy mindennek én vagyok az oka. Mindennek én vagyok az oka. Minden dolog, ami felém jön, az egy okozat. Egy következmény. Egy következménye annak, hogy te kiáramoltattál egy okot. Csinálsz valamit, és annak van egy okozata, ami áramlik feléd. Szabad akaratod van eldönteni, hogy mi áramlik ki belőled. És nincs szabad akaratod abban, hogy mi áramlik feléd. Az okozat megtörténik. Tehát te csinálsz valamit, beleteszed a minőségedet abba a dologba, valahogy megcsinálod, kiáramoltad az okot, és a létezés visszaküldi az okozatot. Ezt látotta a világnak. Olyan a világ körülötted, amely az okozatok sokasága, ami történik veled. De az mindig belőled indult ki. Lehet, hogy nem most indult, hanem egy hete indult, egy hónapja, egy éve, 10 éve, de épp most ért vissza. Ezt el kell fogadnunk, hogy érkezett egy okozat. Szeretettel, megbocsájtással elfogadni, hogy megérkezett. De dönthetünk róla, hogy milyen okokat áramoltatunk ki. Az a minőség, amit mi vagyunk, az hogy áramlik ki belőlünk. Ezek a képzések arról szólnak, hogy ismerd meg a te minőségedet, és tedd rendbe. Ismerd meg magad, és tedd rendbe. Van például nekem egy jó kis listám, 512 darab jellemvonás van rajta. El tudod képzelni, hogy ilyen sok? Most ha adnék egy papírt, hogy kezdj el jellemvonásokat írni, hányat tudnál összeírni? 10-et? 20-at? 30-at? Az ügyesebbek talán 30-at. De itt 512 van. Ezt ingyenesen adom neked, tehát annyit kell csak tenni, hogy feliratkozol a hírlevelemre, és elküldöm neked e-mailbe ezt az 512 jellemvonás listát azért, hogy kezd el megismerni magad. Aztán van egy 8 oldalas másik listám, amiben hitrendszerek vannak. 8 oldalon át végig hitrendszerek. Mi az a hitrendszer? Hát, amit igaznak gondolsz. Például az én apukám nekem adott egy hitrendszer,
Fiam, ha kimész a hidegben, megfázik a torkod. Én ezt elhittem neki. Hát meg is fázott. Kimentem a hidegbe, torokfájás. Nem akart ő rosszat. Vegyek föl sálat, mindig mondta. Vegyek föl sálat, már kimegyek, megfázik a torkom. De ez egy negatív program, egy korlátozó hiedelem. Hány ilyen van? Pénzből lehet pénzt csinálni. Szerinted így van? Mert ha sok pénzed van, akkor oké, de ha kevés pénzed van, sose lesz sok. Ez egy korlátozó hiedelem, egy hitrendszer. Na szóval ezeket meg kéne először keresni, hogy milyen hitrendszereid vannak, amit tanultál a szüleidtől, a tanáraidtól, a barátaidtól. Nem akartak ők rosszat neked, ők is így tudták, hogy ez igaz. Léteznek abszolút igazságok. Igen, léteznek abszolút igazságok. De ezek nem azok voltak, amiket most elmondtam, és hittál, neked is van még jó néhány, amire nem igaz mindenkire. És ha már egy valakire nem igaz, az nem egy abszolút igazság, ugye? Szóval ezt is szívesen elküldöm, ha feliratkozol a hírlevelemre, küldöm mailbe ezt a 8 oldalas hitrendszer leírást is, azért, hogy fejlődj, hogy emelkedj. A kaptatok két szórólapot egyébként, ott rajta vannak a elérhetőségeim. Van nekem egy honlapom, ez az éptestbenéptélek.hu. Ott minden megtalálsz, minden infót, minden képzésről. Láttam, hogy sokan nézegetik a szórólapot. Próbálták eldönteni, mi a különbség a kettő között. Hát nehéz egyébként így elsőre, mert mindenkinek ugyan színe van, fotók vannak rajta. Mind a kettő egyébként a négy elem bölcsességéről szól, tehát tűz, víz, föld, levegő. Az egyik, ez egy 6 hónapos képzés, ez egy 2 éves képzés. A szórólapon még 1 év van, de azóta kicsit jutottunk rajta 2 évre, mert egy könnyen. Ez alapvetően a megtisztulásról szól. Az önfejlesztés tanul a megtisztulásról szól, tedd rendbe magad. Ez sokkal több annál. Ez egy olyan képzés, amely Európában egyedülálló, külföldről is nagyon sokan járnak a képzésekre, akár Londonból is, különböző országokból, szóval messziről is eljönnek ezért, mert ezt a tudást, ezt Indiában kisebb közösségekben tanítják, de a négy elem bölcsessége a magyarság ősi tudása. Én ezt a tudást nem ebbe az életembe tanultam. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy olyan embertől tanultattam, aki nagyon magas fokon űzi ezt a tudást. A legismertebb neve neki Hermes Trismegistos. Tőle származik a hermetika, mindaz a tudás, aki szellemi, bármiféle szellemi iskolát vezet, mind ő rá épít. Az ő alapvető tudása az, ami évezredeken át kialakult a világba szerte, és sok-sokféle iskolát hoztak belőle létre. Egyébként ez mindez a 7 mágikus alapelvre épül, ami szerint szintén van egy előadásom a YouTube-on, tehát hogyha nagyon nagy mélységekbe szeretnéd ezt megismerni, akkor javaslom azt az előadást. Az egy rendkívül nehéz előadás, sokszor kell meghallgatni, sok olyan rész van benne, hogy az ember hallja, de nem érti, de hogyha újra és újra meghallgatod, akkor nagyon sok megértéshez tudsz jutni. A képzés egyébként nem nehéz. Nem nehéz annak, aki csinálja. Ehhez a képzéshez napi 2 óra gyakorlás szükséges. Napi 2 óra gyakorlás. Most gondolom, néhányan fejetekhez kaptunk, hogy Úristen, hát ki ér el napi 2 órára? Hát igen. Na de az a kérdés, hogy ki dolgozik azon, hogy te jobb legyél? Biztos, hogy van gyereked, szülőd, barátaid, akik kollégáid, akik nagyon szeretnek téged. Ők dolgoznak rajtad? Nem. Nem dolgoznak. Lehet, hogy nagyon szeretnek, nagyon elfogadnak, de hogyha 200 ilyen ember vesz körbe téged, akkor se dolgoznak te rajtad. Nem leszel jobb általa, hogyha velük minél több kapcsolódást hozol létre. Nem leszel jobb. Te rajtad csak egy valaki tud dolgozni, te. Senki más. Csak te. És hogyha nem szánsz időt magadra, akkor senki se szán. Kérdés, hogy szereted-e magad annyira, hogy magadra szánjál napi 2 órát? Mert egyébként sok ember szán időt magára. Mondjuk elmegy a konditerembe, vagy a szépségszalomba, manikűr, pedikűr, fodrás, sorolhatnám. Ilyenkor mivel foglalkozol? A testeddel, a fizikai testeddel.
ezen a képzésen, ezen az önfejlesztés tanán a tudatossági szinteken megyünk fölfelé. Innen indulunk, és így körbe megyünk. Fizikai én, mikor a fizikai énre vagy tudatos, akkor a testeddel foglalkozol. Semmi mással. Fizikai test, kapcsolatok, helyszínek, tárgyak, ezekkel foglalkozol. Ez az életed. Azt mondom neked, hogy felejtsd el, hogy ki a párod, a gyereked, mi a munkahelyed, hol laksz, ki, mi az autód, milyen ruháid vannak. Ha ezt mind el kéne felejteni, akkor megkérdezném, hogy ki vagy te. És hogyha te azt gondolod, hogy csak a fizikai test vagy és a fizikai én, akkor itt megáll a tudomány, és nem nagyon tudsz válaszolni, mert ezek a fizikai kapcsolatok akkor nincsenek. Akkor mi van? Menjünk följebb. Ezen a szinten van a személyes én szintje. A személyes én, vagyis a személyiség, amikor már felelősséget válasz a személyiségedért. Azt mondod, hogy te a személyiség is vagy. Mert azt mondom, hogy például az előbbi példa, a haragosság, az hol van? Hova tennéd a haragosságot? Meg a másik 512 jelenvonásból állítom, hogy legalább a fele a tiéd. Tehát, hogy 250-et biztos, hogy ki tudnál írni a listából. Azt hova rakod? Nincs a testedbe. Mert az a lelked része. Az asztrál tested része. Ha felelősséget válasz a személyiségedért, és észreveszed a másikba is, hogy nem csak neked vannak jelenvonásaid, a másiknak is van, a párodnak is van. És amikor a párod haragos rád, akkor mi történik? Az ő jellemvonása, a haragossága bekapcsol, irányítja őt. Irányítja őt. Mert a személyiség irányít téged. Itt tartunk, személyes én. Megyünk tovább. Egyéni én szintje. Az egyéni én szintjén tudatos vagy szellemi mi voltodra. Test, lélek, szellem, hármasság. Már a szellemnél tartunk. Az egyéni én szintjén tudatos vagy a szellemi mi voltodra. A szellem, aki te vagy, az, aki most figyel rám, az a szellemnek a tudatossága. Te nem csak ebben az életben születsz le. Neked több életed van. Szokták úgy mondani, hogy az életek egymás után vannak, ezt vitatnám, de gondolhatod így is. Legyen így, ahogy akarod. Majd tovább, majd eljössz a képzés, rábeszéljük. Szóval a szellem tudatos arra, hogy több életbe születik. De ez miért fontos? Ez azért fontos, mert az emberek nagyon hajlamosak arra, hogy beleragadjanak az anyagba, beleragadjanak ebbe az életbe. Annyira olyan dolgok vannak, amik annyira fontosnak gondolod, hogy annyira leköti a figyelmedet, hogy nem tudsz másra figyelni. Nem tudod kiterjeszteni a figyelmedet, szélesebb körben látni a dolgokat, hanem bele vagy ragadva egy-egy témába. Ha tudatos vagy arra, hogy több életed is van, amelyekben szintén megértéseid születnek, nem csak ebbe, akkor kevésbé ragaszkodsz annyira ezekhez a dolgokhoz. Sokkal könnyedebben tudod venni ezt az életet. Nem beszélve a halálról. Mert bizony az emberek többsége fél a haláltól. Fél a haláltól. De miért is? Ez a szellemi minőség, aki te vagy, ez idő és tér nélkül képes közlekedni. Nem rabja sem az időnek, sem a térnek. Ezt a végtelenséget, ezt a szellemi erőt beleteszik egy testbe. Egy kicsi testbe. Egy időbuborékba. Ami áll percekből, és órákból, és napokból, ahol föl kell kelni, ahol enni kell, ahol tisztálkodni kell, ahol dolgozni kell. Igen, szűk keretek közé van szorítva a te szellemi minőséged. Én ezt hívnám halálnak, amit úgy hívnak, hogy születés. Azt a végtelen szellemi erőt beletuszkolják egy fizikai testbe, és itt kell leélni az életedet. Te szellemi erővel képes vagy bármire. Te szellemi erővel képes vagy bármire. De itt az anyagba, ebben a fizikai testbe, ahhoz, hogy igyak, poharat kell fölemelnem, mozgatnom kell, és hogyha nincs itt a víz, szomjas vagyok, és nem tudok inni, és ha nincs kaja, nem tudok enni, és sorolhatnám a problémáimat fizikai szinten. De a szellemnek nincsenek ilyen gondjai. Ő nem eszik, nem iszik, végtelen és határtalan, szabad,
És amikor meghalsz, akkor ismét tudatos leszel erre a végtelen szellemi mi voltodra. Akkor miért is félünk a haláltól? Az maga a születés. Az ősi magyarok halotti tort ültek. Örültek a halálnak. Örültek, hogy végre kiszabadul a testből. Ugye? És ha még tovább megyünk, elérünk ide a szellemi én szintjére, a felsőbb én szintjére, úgy hívjuk, hogy felsőbb énnek a tudatossága. Ki a felsőbb én? Talán hallottad azt a szót, hogy őrangyal, vagy szellemi vezető. Ő a mi alkotónk, ő a mi létrehozónk. Ő az, aki leküldi az egyéni éneket, ezen az úton egyébként, ez a leszületés útja, ide, a fizikai világba, hogy tapasztaljon általunk. És ezek a szavak mind nem helyesek. Mert valójában te vagy a felsőbb én. A te tudatosságodat osztod meg egyéni énekre, és küldöd le az egyéni éneket ide az anyagba, hogy fejlődjenek és tapasztaljanak. Most akkor az a kérdés, hogy ki vagy te? Mert mondhatnám, hogy én a test vagyok. Lehet. Ez is igaz. Én a személyes én vagyok. Ez is igaz. Én az egyéni én vagyok. Ez is igaz. Én a felső én vagyok, és ez is igaz. Attól függ, hogy te a tudatosságod meddig terjed. A felső én a végtelenben él. Időtől és tértől függetlenül. És neked, mint szellemi minőségednek, még egyszer mondom, nem szab határt az idő és a tér. Nem szab határt. Te szabod a határt magadnak. De gondolj csak abba bele, hogy amikor visszaemlékszel a mostani téli síelésedre, vagy a nyári nyaralásodra, akkor képes vagy újra átélni azt az élményt, ugye? Mennyire tudunk örülni egy szép emléknek, egy szép élménynek? Újra tudjuk élni. Vagyis a tudatosságodat, a szellemi minőségedet át tudod helyezni egy másik térbe, és egy másik időbe, és ott meg tudsz tapasztalni. Hát ezt valaki jobban, valaki kevésbé tudja megélni. Ezen a képzésnek a 8-as fokozatán megtanítalak a mentális vándorlásra, vagyis hogy hogyan lehet tudatosan a szellemi minőségedet kihelyezni egy másik helyszínre, és ott megtapasztalni, információt gyűjteni, vagy akár hatni arra másik, abban a másik térben és időben, vagy időben. Mert neked, mint szellemi minőségnek senki sem szabhat határt. Senki. Mert határtalan és végtelen vagy. Oké. Okay. Beszélek egy kicsit erről a képzésről részletesebben, jó? Hogy mi ez a képzés? Mármint ha rászállod azt a napi 2 órát. Komolyan gondolom a 2 órát egyébként, nem viccelek. Néhányan meg szokták kérdezni, hogy tényleg 2 óra? Igen. Napi 2 óra. Azt nem úgy kell egyébként elképzelni, hogy mondjuk most reggel 5-kor kezd, vagy 7-kor kezd, akkor föl kéne kelni mondjuk reggel 5-kor. Így is lehet, sokan csinálják így, de nem feltétlenül kell. Föl kellsz mondjuk reggel 6-kor is, 7 helyett, és 6-tól 7-ig gyakorolsz. És a másik 1 órát pedig beépíted a napodba. Ki lehet menni a WC-re kicsit gyakorolni, a munkahelyen, vezetés közben, a buszon ülve. Ezek mentális gyakorlatok. Tehát nem kell ugrálni közben, vagy ilyesmi. Test-lélek-szellem hármasságot fejlesztünk. Tehát fejlesztjük a fizikai testet is, igen, fejlesztjük az asztrál testet is, és a mentál testet is. Mert csak egyszerre lehet, ezek össze vannak kötve. Nem lehet csak szellemi dolgokat fejleszteni. Nem lehet. Mert én, amikor beszélek hozzád, beleszól az asztrál testem. Az én jellemvonásaim megjelennek, ahogy kommunikálok kifelé. Sőt, a fizikai testem is, látod, mozgok, meg ilyesmi. És amikor te hallod, amit én mondok, meg látod, amit mondok, most mindannyian mást értelmeztek belőle. Képzeljétek, itt állok, ugyanazt mondom, és mindannyian más vesztek belőle le. Mindannyian. Mert más van az asztrál testedben, más jellemvonásaid vannak. A szellemi szinten is különböző. Nem úgy értem, hogy okosabb vagy, vagy kevésbé okosabb, hanem a szellemi szinten ott van az akarat, értelem, érzelem, én tudat. Ezek között különböző szintű egyensúly van bennetek. Valakinek az akarat erősebb, valakinek az értelme, valakinek az érzelme. Tehát más csapódik le benned, mást értesz meg abból, amit én mondok. Általában az emberek azt a jelentést, amit adnak a felül
feléjük érkező információkból, tehát hogy mit hallottak, mit láttak, ritkán jutnak el az alapvető jelentésig, vagyis az igazságig, ritkán értik meg azt, amiről tényleg szó van, amit tényleg jön az info, hanem általában a saját múltbeli tapasztalataik alapján adnak neki valamilyen értelmet. Egyből elkezdik kötni valamihez, amit már megéltek, amit megtapasztaltak. És az alapján adnak neki jelentést. Nem az alapján, ami hall, amit lát és ami történik, amit tapasztal, hanem mindig valami múltbeli dolgot. Azért, mert ennek a szellemtestnek, amiről beszéltem, négy része van. Van egy földes része, egy vizes része, egy levegős része, egy tüzes része. Ezt is tanuljuk a képzéseken, hogy hogyan lehet minél objektívebben jelentést adni a dolgoknak. Elvisz a párodal a színházban, megnéztek egy darabot, kijöttök, és elkezditek egymásnak mesélni, hogy mi volt. És úgy tűnik, mint a különböző darabon ültetek volna. Pedig nem. Ott ültetek egymás mellett. De valaki azt vette észre, hogy az a hölgy mit beszélt a sráccal, és az milyen érdekes volt, miközben a másik oldalra figyelt, ahol egy másik jelenet zajlott. Ő mondott valamit, ő azt gondolta, hogy hát az valószínűleg ezt jelentette, ő meg azt gondolta, hogy azt jelentette. Ritkán adjuk azt a jelentést, amit igazán hallunk. Na jó, erőtön a első fokozat, gondolaturalás. Hát igen, jó sok gondolatod van egy nap. Nem tudom, észrevetted-e. Rengeteg gondolatod van. Próbáltam odafigyelni egy dologra, és csak arra figyelni? Mennyi ideig ment? 10 másodperc? Fél perc? Egy perc? Mennyi ideig tudsz egy dologra koncentráltan figyelni? Általában az emberek nagyon kevés ideig tudnak. Tehát mindjárt azzal kezdjük a képzéssel, hogy megtanítalak arra, hogy arra gondolj, amire akarsz. Hogy arra gondolja, mire akarsz. És hogy az agyad ne menjen mindenfele szanaszét, mert abból semmi jó nem lesz. Abból csak ilyen katyvasz lesz. Itt is gondolkodok kicsit, ott is egy kicsit, aztán majd valamit csinálok közben. Hányszor volt, hogy ültél a kocsitba, és egyszer csak megérkeztél. Csodálkoztál, hogy hú, már itt vagyok. Vagy eszed az ételt, és csak azt az észre, hogy üres a tányér. Kiette meg a kajámat. Mert nem vagy jelen benne. Nem vagy ott, amit épp csinálsz. Van egy rossz hírem. Az emberek többsége úgy éli az egész életét, hogy nincs benne jelen. Hát nem is volt értelme leszületni ide. Hát végigmegy a napod, bedőlsz az ágyba, reggel főkezd, végigmegy a napod, bedőlsz az ágyba. Hányan csinálják ezt szerintetek? Mindegy, még van a tévézés meg a facebookozás közben, mikor este még hazaérre, amíg van erő, hogy a tévé előtt elaludjon, vagy nyomkodja a Facebookot. Én tudatos életre tanítalak, tudatos életre. Vedd észre, hogy élsz. Az egy csoda élni, ha jelen vagy benne, ha nálad a gyeplő, ha te irányítod az életedet. De amíg a gondolataidat se tudod irányítani, akkor hogy akarod irányítani az életedet? Legyél minél többet tudatos az életedben, erről szól a belső békeképzés egyébként, kifejezetten erről szól, hogy légy jelen. Nagyon sok gyakorlat, technika, egynapos képzés, március 9-én Budapesten lesz a következő. Nagyon népszerű sokan jönnek, akik szeretnék uralni a gondolataikat, akik szeretnének jelen lenni az életükbe. Természetesen itt is ezt tanuljuk az első fokozaton, gondolaturalás. Az első fokozaton megcsináljuk a lelki tükröt, vagyis összeírjuk a pozitív és a negatív jellemvonásainkat. Az 512-es lista nagyon nagy segítség. Bizony. Úgyhogy, ha valaki jönne, jövő héten egyébként, február 16-án indul az erőktana, egy hét múlva, úgyhogy nem lehet sokat gondolkodni, már jó kis csapat összegyűlt, ugye még van szabad hely. Ott lesz sok feladat. Azt mondják, hogy az első fokozat elvégzése után nagyságrendekkel változik az életed. Nagyságrendekkel. Már azzal, hogy összeírod a jelenvonásokat, mit csinálsz? A tudattalamból tudatos szintre emeled. Van neked egy tudatalatti tudatod, aki nem olyan jó haver, ő a negatív dolgaidért felelős. Mindig megmutatja neked, hogy milyen negatív dolgaid vannak. Mindig felszínre hozza, mindig oda teszi neked, mindig abba az időbe, amit épp csinálsz. Hogy ez jó dolog vagy rossz? Hát ez van. Van egy ilyenünk. De ő tudatalatti tudat, vagyis a tudatos szint alatt működik.
Ha a negatív jellemvonásokat felhozott tudatos szintre, tudatosított, hogy hát haragos vagyok, jó, oké, elfogadom, haragos vagyok, rendben. Indulatos vagyok, hát jó, elfogadom, rendben. Tehát megismered magad, tudatos szintre hozod, akkor a méregfogának a jelentős részét már kihúztad. És semmit nem csináltál, csak egy pár órát foglalkoztál magaddal. Pár óra. Nem kell képzéses, hogy jönni, csak kérd el a listát és csináld. Már segítettél magadon. És van ezen az egyes fokozaton egy nagyon jó kis gyakorlat, föltettem a YouTube-ra, nagyon értékesnek tartom. Az a neve, hogy négy elem harmonizálása. Van a YouTube-ban egy előadásom, az a cím, hogy a félelem elengedése. És ott 1 óra 5 percnél elindul ez a gyakorlat, mint vezetett meditáció, meg tudod csinálni, egy 20-30 perces gyakorlat, meg lehet tanulni, pár alkalom alatt, és utána annélkül is meg tudod csinálni. Amikor mondjuk egy jellemvonás bekapcsol, mondjuk egy indulatosság, az a tűzelemhez tartozik. Olyankor az történik, hogy a lelkedben, az asztrál testedben a tűzelem kiterjed, és helyetted cselekszik. Ott már úgy, hogy beolvastál valakinek, aztán átfolytottál, és gondolkodtál, hogy hú, ezt most miért csináltam? Hát jó, ez nekem, mert ez nem így kellett volna csinálni. Olyankor már nagyon nehéz, amikor ott van az a sok tűz, ott van az a negatív jellemvonás, és elkezd mozgatni téged, nyitogatja a szádat, mondja a szavakat, mozdulatok, stb. Hát mit tudsz csinálni? Hát megcsinálod, észre se veszed, mint egy bábú, olyan vagy, végigcsinálod az eseményt. Nem jó neked. De meg tudod tanulni ezen a képzésen, a második fokozaton, hogy hogyan szabadulj meg egy jellemvonástól. Egy hét alatt egy jellemvonást ki lehet pucolni, és vele másik 5 kimegy. Na most összeétel 250-et, gondolj bele, egy darabig csinálni fogod, de állítom neked, ha csak egyet rendbe tettél, egyet, észre fogod venni, hogy megváltozott az életed. Csak egyet rendbe tettél. Én azt javaslom, hogy a legsúlyosabbal kezd. Lehet súlyozni őket. Ez a legnagyobb gond, ezzel kezdem, Pippa, jött a következő. 1-7-1. Mondom, másik 5 kimegy mellette. Na most, ha csinálod ezt a bizonyos négy elem harmonizálást a YouTube-ról, félelemelengedés előadás, és 3 naponta megcsinálod, akkor egyensúlyba tartod magadba az elemeket. Egyensúlyba tartod. Egyensúlyba rakod, és folyamatosan újra és újra egyensúlyba rakod. Vagyis úgy nagyjából egyensúlyba leszel. Lehet sűrűbben is csinálni, de azért 3 naponta elég szokott lenni. Sem fizikai betegséged nem lehet, sem lelki problémád. Mert a betegség az az elemek felborulása. Az egész testedben harmóniában kell lenni az elemeknek. Teljes testbe is, testrészekbe is, szervekbe is. Harmóniában kell lenni. Ha beteg vagy, felborult a harmónia. Ezen a képzésen megtanuljuk, hogyan ad vissza a hiányzó elemet a testnek. Ez egy rendkívül erős, rendkívül gyors technika, mert az alapelemekre hat. Én nagyon sokféle gyógyító technikát tanultam, szellemgyógyászatot, rejkit, rejki mestereket képeztem, éveken át csináltam, nagyon jó volt, nagyon szerettem, de amikor elkezdtem foglalkozni ezzel a négy elemes dologgal, félretettem az egészet, mert nagyságrendekkel, gyorsabb és hatékonyabb elemekkel gyógyítani, mint bármi mással. Ezen a képzésen nagyon sok gyógyító technikát tanulunk. Miért tanulod? Hát, hogy rendbe tedd magad, vagy az ismerőseidet, a barátaidat, a családodat. Az a helyzet, hogyha elindulsz a felemelkedés útján, akkor egyre jobban fogsz fényleni. Egyre kívánatosabb, gyönyörűbb vagy másoknak. Nem azért, mert minden nap mész fodrászhoz, persze menjek rá fodrászhoz, nem a fodrászok ellen vagyok, fiam is fodrásznak tanul, nincs vele semmi gondom. De a lelked fénylik. A lelked fénylik, a szellemed fénylik. Volt már, hogy meghalt egy ismerősöd? Akartod a halott testet simogatni? Akartad hozzá bújni a halott testhez? Miért nem? Mert több volt ő annál, mint a test. Nem a testét szeretted, hanem azt, ahogy viselkedett, ahogy reagált, ahogy megnyilvánult itt az anyagba, azt szeretted. Az ő szellemi, asztrális minőségét szeretted. Az nem vészel a testtel. Nem vészel. Jó. Na jó, egy első fokozat. Második fokozat, igen, második fokozaton tanuljuk ezt a bizonyos rendben tenni való gyakorlatot. Egyébként, ha valaki végzett közületek agykontrollt, az egy kicsit könnyebb ez az út.
van már valami kis alap, az agykontroll is hasonló alapokról indul, csak ők egy sokkal nagyobb közönségnek szólnak. Sokkal egyszerűbben elvégezhető, nem kell bele sok energiát tenni, itt dolgozni kell, de lényegesen többet is kapsz. De egy nagyon jó kezdés lehet az agykontroll, de ha nem végezted el, hogyha még semmivel se foglalkoztál, csak megszülettél erre a világra, az már elég. Nem kell hozzá semmilyen előképzettség. Állítom, hogy el tudod végezni a képzést, honnan tudom? Mert most is uralod a négy elemet. Most is uralod a négy elemet, csak nem vagy rá tudatos. Most is teremtesz. Most is okokat áramoltatsz ki. És okozatok térnek vissza hozzád. Nem tudsz máshogy csinálni, így működik ez a világ. Ebben a világban négy elem ott van minden szinten, fizikai, asztrális, mentál szinten is ott van. A tűzelemtől kaptad az akaratodat, a vízelemtől az érzelmet, a levegőtől az értelmet, és a földtől az én tudatot. Gondolj bele! Akarat, értelem, érzelem, én tudat. Ez mennyire van jelen állandóan az életedben? Harmadik fokozaton elkezdjük az elemeket tömöríteni magunkba, tudatosan. Ez nagyon sok mindenre jó, nagyon sok mindenre lehet használni. Én az előbb a gyógyítást említettem. Például elkezdjük tömöríteni a hármas fokozaton az életerőt, ami szintén elemekből áll, ez egy könnyen elsajátítható technika. Életerővel a betegségek 90%-a gyógyítható, nagyon gyorsan, nagyon hatékonyan. Erősebb, mint a reiki vagy a szellemgyógyászat, pusztán az életerő a hármas fokozaton. Nem csak erre való. Lehet például a teret telíteni életerővel és programmal ellátni. Nagyon oda kell figyelni rá, sohasem veszük el senkinek a szabad akaratát. Senkinek. Mindenkinek joga van mindenhez, amíg nem árt vele másoknak. Joga van a betegségéhez, joga van bármihez. De ha megkér, hogy segítsél, akkor tudsz rajta segíteni. Fölállhatod a segítségedet, hogy te értesz ehhez meg ahhoz, és segíthetsz rajta. De ha nemet mond valaki, azt tessék elfogadni. Nem vesszük el senki szabad akaratát. Azt mások csinálják, mi nem. Tehát mit lehet teríteni a térben? Mondjuk legyen mindenki egészséges. Legyenek jó ötleteim a munkámba. Sorolhatnám. Legyen jó a szülinapi bulim. De mindig csak olyan programot lehet tenni, hogy akire vonatkozik a program, az hozzájáruljon. Oké? Okay? Majd ezt megtanuljuk részletesen. Hajos szegészés. Igen. Négyes fokozaton elkezdjük a tudatáthelyezéseket. Tudatáthelyezést egy gumilabdába, egy cicába, egy másik emberbe, és megtapasztalni az ő testébe. Például, ha van egy kedvenc cicád, és áthelyezed a tudatot a macskába, akkor onnan attól a pillanattól kezdve a macska sokkal közelebb lesz hozzád. Sokkal. Nagyobb lesz a megértés köztetek. De áthelyezheted a párodba is. És jobban megértheted őt, hogy mit miért csinál, hogy csinál. Ezzel a technikával nem csak információt lehet gyűjteni, hanem befolyásolni is lehet másokat. Természetesen akkor, ha ő ezt hozzájárul. Például van egy erős dohányzás, és szeretne leszokni a dohányzásról. Akkor tudsz neki segíteni, hogy leszoktad róla. Vagy például van egy betegsége, és kíváncsi arra, hogy miért beteg. Föltettétek már ezt a kérdést egy orvosnak, hogy miért vagyok beteg? Meglepődik, amikor ilyen kérdést. Én ilyen szó föltettem neki annak idején. Nem értette a kérdést. Hogy miért vagyok beteg? Mert mindennek oka van, így a betegségednek is. Van egy nagyon jó kis könyv, Jacques Martel, lelki eredetű betegségek lexikona, javaslom megvenni és forgatni, addig, amíg nem alakul ki a kellő tisztán látás, hallás érzésed. Tudatáthelyezéssel is képes vagy megmondani valakinek, hogy a betegségének mi az oka. Bármilyen betegségednek, bármilyennek, mindig van oka. És azt, ha az okot rendbe teszed, ez a leggyorsabb gyógyulás. A leggyorsabb. Mert a betegség csak egy üzenet. Hogy valamit nem tettél rendbe. Tudjátok, én elég sok ember gyógyítok jelenleg is, és mindig el szoktam mondani az okokat. És eleinte még mindig vártam boldogan, hogy fú, hogy meg le fognak lepődni, amikor ezt mondom, és majd akkor milyen jó lesz, és stb. És tudjátok mindig, mit válaszoltak?
hogy tudom. Igen, ezt válaszolták, hogy tudom. Az ember mindig tudja, hogy mit nem csinál, hogy mit kéne csinálni. Azt nem tudja, hogy ezért beteg, de azt tudja, hogy mit kéne csinálni. Csak nem csinál. Hát ne halogassad a dolgaidat, hanem csinál. Mert először jönnek a pofonok az élettől, hogy terelgessen, hogy na, most már csinálni kéne, most megint csinálni kéne, most még jobban csinálni kéne. Egyre nagyobb pofonok jönnek, és hát ez nem működik. A Jóisten nagyon szeret téged, akkor hozzányúl a fizikai testedhez is. Azt már csak észreveszed, hogy nem tudsz lépni. Most már valamit csinálni kell, mert már nem tudok menni se. Ugye? Jacques Martel, lelkiállítási betegségek lexikona. Javaslom minden egyes betegségedig felütni, és rácsodálkozni, hogy ja, tényleg. Négyes fokozaton tanuljuk a rituálékat, talán ismerős ez a szó, hogy rituálé. Ennek a segítségével jelentősen felgyorsulnak ezek az erőknek a tömörítése. Tehát tűzelemet tudsz tömöríteni, mondjuk egy olyan mennyiségű tűzelemet, amit mondjuk egy óra alatt lennél képes betömöríteni, az pár másodperc alatt meg tudod tenni egy rituálé segítségével, amit te építesz. Tehát én nem kész rituálékat fogok átadni neked, hanem megtanítalak arra, hogy hogyan hoz létre saját rituálékat. És annyit hozol létre, amennyit csak akarsz. Lényegesen felgyorsítja a munkát. Ötös fokozat. Hát itt is sok minden van, csak egy dolgot emelnék ki belőle. Szellemi vezetővel való kapcsolatfelvétel. Említettem itt, hogy itt van a mi szellemi vezetőnk a Szaturnusz szférájában. Innen küld le minket, de képesek vagyunk vele kapcsolatot teremteni. Általában 14 éves korunkig elég gyakran van jelünk, van jelen, de fel tudjuk venni a tudatos kapcsolatot, és tudunk vele kommunikálni. Miért? Biztos hallottad azt a szót, hogy belső hang, intuíció. A szellemi vezető igyekszik neked segíteni, jelenleg is. Meghallod? Talán. Megcsinálod? Talán. De képes vagy kérdezni tőle. Képes vagy bármit megkérdezni. És hogyha megkapod a választ, akkor eldöntheted, hogy csinálod-e vagy sem, mert szabad akaratod van. Óriási dolog a szabad akarat. Vajon hányszor élsz vele? Szabad akaratot kaptál. Hányszor élsz vele? Mi kell a szabad akarathoz? Jelenlét. Mert a szabad akaratot csak a jelenben tudod használni. Ha tudod, hogy épp mind gondolkodsz, épp milyen érzéseid vannak, milyen érzeteid vannak, milyen döntés előtt állsz. Jelen vagy a pillanatban. Akkor van szabad akaratod, és akkor tudsz élni vele. Az emberek általában nem hoznak szabad akaratból döntést. Befolyásolva vannak az érzések által, gondolatok által, múltbeli tapasztalatok által, és azok hozzák meg a döntéseket. Nem te. De képes vagy jelen lenni. Mi kell ahhoz, hogy jelen légy? Állítsd meg a gondolataidat, állítsd meg az érzéseidet. Légy jelen. Amíg tele vagy egy csomó negatív jellemvonással, tele vagy egy csomó múltbeli sérelemmel, sok gondolattal, vággyal sorolhatnám, addig hogy akarsz jelen lenni? Az első feladat, ismerd meg magad. Nézd meg, hogy milyen vagy te, hol vagyok most. De attól, hogy megismered, az nem egy rossz dolog, nem kell arra gondolni, hogy hű, egy csomó rossz dolgot fogok magadról megismerni, meg egy csomó jót is fogsz magadról megismerni, de ne ítéld meg magad, és kell dicsérgetni magad. Ez van. Tekintsd magad egy nyersanyagnak, amit elkezdesz formálni végre. Elkezdesz formálni és tudatosan emelkedni, mert az élet egyébként nevel téged, folyamatosan nevel, vedd csak észre. Ma éppen hány pofont kaptál? Az élet folyamatosan nevel téged. De kellenek neked azok a pofonok? Tényleg kellenek? Lehet. Így is lehet. Azt mondani, hát nem érdekel, csodálban, itt foglalkozok én, el voltam az előadáson, mehet tovább, minden rendben vagyok. De azok a pofonok azért jönni fognak. Viszont elébük tudsz menni. Meg tudod állítani ezt a pofont. Előre tudsz menni, hogy ne történjen meg. Azt mondják, meg van írva az életfilmed. Hát jó, legyen. Na de abban a pillanatban van egy új gondolatod, van egy új érzésed, van egy új döntésed, megváltoztatod az életfilmet.
Mert a jövő nem fix. A jövő mindig hozzád igazodik. Mindig hozzád igazodik. Ha megváltozik a minőséged, megváltozik a jövőd. Én nagyon bízom benne, hogy amikor kimentek azon az ajtón, akkor egy más ember megy ki, mint aki bejött ide. Mert ha csak egy megértésed született abból, amit itt végighallgattál, akkor megváltozott az igazságod. Új megértésed lett, megváltozott az igazságod. Megváltozott a jövőd. Most gondolj bele, hogy a napi 2 órát dolgozol magadon, akkor mivé leszel? Gondolj bele egy kicsit. Tudom, kell hozzá akarat. Azt mondani a gyerekednek, hogy bocsi, de most egy picit legyél el egyedül, mert anya, apa most valamit csinál. Vagy azt mondani a párodnak, hogy bocsi, most nem ásom fel a kertet, most inkább egy kicsit ezt csinálom. Vagy bocsi, most levinnéd te a szemetet, mert ezt vagy majd egy óra múlva megcsinálom. Mert az élet rengeteg dolgot teszel, neked annyi dolgod van, hogy sose érsz a végére, igaz? Neked kell tudatosan időt szakítani magadra, mert senki se teszi meg helyetted, hidd el, és ez így lesz 10 év múlva is. Sokan mondják, majd nyugdíjas koromban, majd akkor, majd ezt meg azt. Hát az én nagyszüleim, apukám, meg anyukám nyugdíjas, hát sose volt ennyi dolgunk, sose. Tehát amíg munkahelyre álltak, beültek a kis asztalukhoz, ott elvoltak, eszegettek, beszélgettek, azt hazamentek. Most egész nap végighajtják, mert a húgom viszegeti őket a gyerekkel, meg ezzel, meg kiállnak a telekre, meg mit tudom én. A hajukat elhagyják, annyi dolguk van, tényleg. Én így hallgatom, hogy mi van, apa, nyugdíjas vagy. Na de, ez meg az, meg amaz, meg amaz, meg amaz. Hidd el nekem, sose lesz több időd annál, mint most. Akkor lesz több időd, ha úgy döntesz, hogy szánsz magadra időt. Nem megy máshogy. Tényleg nem megy. Valaki 10 évesen is észbe tud kapni, és előtte az élet. Valaki 30-40 évesen, de a képzésre járnak sokkal idősebbek is. Emlékszem, Győrbe is tartottam egy képzést, és egy bácsi járt, aki egy nagyon nagy cégnek volt a vezérigazgatója, és soha nem foglalkozott spiritualistással előtte. Egy ismerős ajánlotta neki, eljött a bemutatóeladásra, és aztán eljött a képzésre. Ő tőle minden fokozaton meghallgattam, hogy miért nem jöttem ide előbb. Ha én ide jöttem volna, akkor az egész céget máshogy irányítottam volna, és meg. Ő egy nagyon sikeres ember egyébként. Ő máshogy csinálta volna, és hogy hihetetlen, hogy ezt miért nem előbb, és miért nem, és miért nem, és minden fokozaton elmondta. Egyébként fönt van a YouTube-on is, ő beszél az egyik bemutató előadáson. Szóval sose késő, de jobb minél korábban. Azt mondom. 6. fokozaton elkezdjük a szellemi tevékenységet. Ezt a bizonyos akarat, értelem, érzelem, éntudattal foglalkozunk sokkal mélyebben. Minél előrébb megyek a fokozatokba, egyre nehezebb róla beszélni, mert az előző tudásra épül. Megtanulunk 3 testtel gyógyítani, vagyis hogyan tudsz te hatni a másiknak a fizikai testére, az asztrál testére és a mentál testére. Ez egy szenzáció. Tudjátok, biztos hallottátok azt a mondást, hogy az embert Isten képmására alkották. Hát én amikor először hallottam, azt hittem, hogy így néz ki Isten. Van keze, lába, így forgolódik, meg jön, megy, egyszer majd biztos összefutunk, találkozunk, dumcsizunk egy sör mellett, vagy valami. Tényleg azt hittem, hogy van keze, lába. Hát aztán azóta rájöttem, hogy nincs. Nincs keze, lába. Istent minél végtelenebbnek képzeled el, annál közelebb jársz az igazsághoz. Mert Isten a mindenség. Ez a bizonyos fizikai sík, asztrál sík, mentál sík. Ez a 3 sík maga Isten. És neked is van 3 tested. Fizikai, asztrál és mentál tested. Az egyes testeid az egyes síkoknak megfelelően működik. Ugyanazok a törvényszerűségek benne. Ezért lettél Isten képmására teremtve. És mire jó ez neked? Hát például arra jó, hogy az asztrál testeddel tudsz hatni az asztrál síkra. Van asztrál tested. A szellemi testeddel tudsz hatni a szellemi síkra. Tudsz hatni a másik ember szellemtestére. Ha valakinek van egy akaratgyengesége, az egy szellemi probléma. Tűzelemet kell tömöríteni a szellemtestébe, hogy nőjön az akarata.
Ezt meg tudod csinálni magadnak is. Ki tudod egyensúlyozni szellemi szinten az egyes elemeket. Ezt tanuljuk a hatoson. Megtanuljuk uralni az akasa elvet, nem jó szó, inkább megtanulunk vele együttműködni. Az akasa elv Istennek egy nagyon finom rezgése. Ebből hozták létre a négy elemet, ezt a bizonyos tűz, víz, föld, levegőt. A szellemtested és az asztráltested akasa elvből áll. Hogy mi az az akasa elv? Hát így hívják. Megmutatom neked a hatos fokozaton. Igazából nem lehet róla beszélni. Egy energiának kell elképzelni, amit ki tudsz vonzni az univerzumból, és képes vagy irányítani, programozni. Hatos fokozaton megtanuljuk az elementálok alkotását. Ezek intelligens lények, amiket te hozol létre. Sajnos nagyon sok ember létrehoz úgynevezett... Hát... Mi úgy hívjuk fantomok. Például, amikor meghal valaki. Sokan mondják, hogy elhalt lelkek, meg stb. Ilyen nincsen, mert aki meghal, az lerakja a fizikai testét, és az asztráltest, meg a mentáltest az asztrálsíkon és mentálsíkon van, vagyis nem lehet itt bolyongani köztünk, ha meghaltál, mert a fizikai tested, ami itt volt, azt leraktad. Ott van a földben, az asztráltested meg nem itt van. De képesek vagyunk arra, a mi tudatosságunkkal, a szellemi erőnkkel, hogy létrehozzunk úgynevezett fantom lényeket, akik hasonlítanak az elmúltra. Felruházunk a formájával, adunk neki jellemvonásokat, sztorikat gyártunk hozzá, és aztán ezek szépen táplálkoznak abból, aki ezeket létrehozta. De ezeket megtanuljuk megszüntetni, felismerni és megszüntetni, de tudunk létrehozni olyan lényeket, akik hülyen szolgálnak minket. Például van egy dohányos ismerősöd, és szeretnél őt segíteni, és létrehozol neki egy elementált, hogy segítse őt leszoktatni a dohányzásról. Ő non-stop 24 órát nyomni fogja azt, hogy ő leszokjon a dohányzásról. Mindig ott lesz mellette, és mindig mondja neki, hogy itt az idő leszokni a dohányzásról. Addig nógatja, míg le nem rakja a cigit. Hetedik fokozaton tisztán látás, hallás, érzést tanulunk. Mit jelent tisztán látni, hallani, érezni? Egy ilyen ember előtt nincs titok. Ez szó szerint értsd. Nincs titok. A létezésben nincs titok, csak még nem látod. Aki tisztán lát, hall, érez, csak ráhelyezi a figyelmét valamire, és letöltődik az információ. Ezt megtanulhatod a hetes fokozaton. Kell hozzá napi 2 óra gyakorlás. Szerintem megéri. Bármire, amire kíváncsi vagy, azt megtudhatod. Bármi, amit szeretnél megismerni, megismerheted. Nem kell többet egy könyvet se olvasnod. Ugyanis a könyvben mi van? Valakinek az igazsága, igaz? Valaki igazsága, nem a tiéd, valakié. Abból valamit te megérthetsz. De tisztán látás, hallás, érzéssel megkapod azt az infót, amire neked van szükséged leginkább. Oké. Okay. 8. fokozat, mentális vándorlás. Mit tanulunk mentális vándorlással? Hogy hogyan tapasztaljunk meg egy másik helyszínen vagy időben, vagy hogyan hassunk oda. Te folyamatosan mozgatod a mentáltested a tudatoddal. Ahova teszed a figyelmedet, ott van a mentáltested, ott van a tudatod. Ezt megtanuljuk pontosan, hogy hogyan kell csinálni. Hogyan mozgass tudatosan ezt. Hát igen, itt már tanulunk ilyet, hogy elektromos és magnetikus fluid, amit megint csak egyre nehezebb elmagyarázni. Ezek olyan energiák, amely nagyon fizikaiak. A tested fluidokból áll. Képes vagy ezeket a fluidokat begyűjteni, és odaadni a testnek, hogyha valami hiányzik. Tanuljuk a fluidikus kondenzátorokat. Ezek olyan anyagok, amik nagy mennyiségű energiát képesek fölvenni, és hosszú ideig tárolni. Mondjuk egy talizmánba. Lehet talizmánt készíteni valakinek. Legyen mindig sikeres a munkájába. Legyen boldog a párkapcsolata, sorolhatnám. 9. fokozaton tanuljuk a mágikus tükör használatot, hogyan kell készíteni mágikus tükröt, és hogyan kell használni. Hát ennek a részleteit majd a képzésen elmagyarázom. És még sok mindent tanulunk egyébként, de úgy gondolom, hogy ennek a bemutató előadásnak nem feltétlenül része,
igazából a hetes fokozattól fölfelé nagyon sok olyan gyakorlati technikát tanulunk, ami a kialakult képességek használatára épül. A tízes fokozaton pedig az isteni tudatállapot elérését célozzuk. Azért mondom így, mert ennek különböző fokai vannak. Tehát annak függvényében, hogy te mennyire tudtad elsajátítani a gyakorlatokat, mennyire vagy benne sikeres, különböző szinten fogod ezt megtapasztalni. De mindenki megtapasztalja valamilyen szinten. Ennek a képzésnek nincs vége két év után. Tehát ezt nem lehet eleget csinálni. El lehet a gyakorlatokat végezni sikerességig, de ha tovább csinálod, még többet adnak. Általában, amikor valaki elvégzi a két évet, azért maradnak hiányosságok. Nagyon lelkesek a tanítványok, nagyon sokat gyakorolnak, de van, hogy maradnak hiányosságok, tehát van mit bepótolni. Az életed nagyságrendekkel változik már az első fokozat után, de folyamatosan, ahogy mész előre, egyre több minden változik meg az életedbe. Oké. Na jó, miről nem beszéltem? Van-e most kérdésed? Igen. Erről a képzésről még nem sokat beszéltem, mert ez a képzés 6 hónapos. Itt 10 hetente vannak a fokozatok, itt 4 hetente. 4 hetente megyünk fölfelé ezen az úton. Itt is a jelen tulajdonságokkal kezdjük, jelen tulajdonságok feltérképezése. Itt megtanulunk 9 fajta személyiségtípust. 9 fajta mintát követve viselkedünk. Minden cselekedetünk döbbenetes, de beilleszthető a 9 fajta személyiségtípusból az egyikben. Nagyon érdemes ezt megismerni és átalakítani őket, ugyanis a 9 személyiségtípus nem más, mint az isteni tudatállapotoknak, az isteni tulajdonságoknak az elkorcsosulása. Két ok miatt korcsosul el, elveszítjük a jelenlétünket, és elveszítjük az egységünket. Tehát az egységben való létezést és a jelenlétet. Emiatt a kettő dolog miatt alakulnak át az isteni tulajdonságaink, úgynevezett személyiségtípusokká. Aztán a személyiséget két részről vizsgáljuk, értelem oldaláról és érzelem oldaláról. Ezen a fokozaton képes vagy föltárni értelmileg, hogy mi a személyiségedbe a rendbe tenni való. Nagyon jó kis helyszínek. 230 féle érzelmet ismersz meg itt. Mindig van egy érzelmi motor, ami elindítja a folyamatot, elindítja a cselekvésedet, a döntésedet, a szavaidat. Az érzelem valamilyen formát ölt, azt neki valamilyen formát annak az érzelemnek, hogy miképpen fejezed ki, belerakod valami cselekvés mintába, és az anyagba megjeleníted. Ez a 230 féle érzelem 6 alap érzelem típusra vezethető vissza, amiből 5 negatív. 5 negatív. Tehát az ember egy cselekedeteiben jelentős része negatív érzelem motiválja. Abból szerinted mi lesz? Amikor egy negatív érzelem motivál, egy félelem, harag, indulat, egy cselekvés. Féltékenység soron. Itt megtanuljuk ezeket a negatív érzéseket tiszta szeretetté formálni, és elengedni a félelmeinket. Itt az egyéni én szintjére kerülünk, vagyis már nem azonosulunk a személyiséggel, mert az nem te vagy, hanem az egyéniséggel azonosulunk, aki képes szemlélőként figyelni a személyiséget. Az egyéni én szintjén lehetőséged van belépni az aranyvárosba, amely a te inkarnációs ciklusaiba való belépés, annak a megismerése, föltérképezése. Vagyis a többi életedbe tudsz betekinteni. Nem kell sokat. Néhány kép elég, néhány elemet. Hogy megtapasztalt te, hogy lám, ez itt én vagyok, csak nem ebbe az életbe. Hogy tudatos legyél rá. Hogy ne ragaszkodj, ne kötődj annyira ez az élethez. Itt a Marson egy rendkívül erős teremtő technikát tanulunk. Nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy vigyázz, mit teremtesz, mert megtörténik.
Mindig azt javaslom, hogy ha valamit szeretnél megteremteni, azt írd le, tedd be a fiókba, aludj rá egyet, vedd elő, nézd meg, hogy komolyan gondolod-e. Sose teremts ezzel a technikával hirtelen felindulásból, mert amit ezzel megteremtesz, az megtörténik. Nem lehet visszacsinálni. Én azt javaslom, hogy ha van egy vágyad, akkor azt engedd el. Mert minden vágy ide köt az anyaghoz. De ha nem tudod elengedni, akkor éld meg, és engedd el. Olyan ne legyen, hogy van egy vágyad, ami köt egész életedbe, ami kínosz, hogy nem tudod megélni, és születhetsz vissza újra, miatta, mert ott van egy vágy. Ezt ne csinálj. Teremtsd meg, éld meg, és engedd el. Volt már egy dolog, amit nagyon akartál, és megérted, aztán rájött, hogy hát, ez is csak olyan anyagi dolog, köszi, jó volt, de most már elég volt. Hát, így el nekem az összes segítség. Itt a Jupiterem egy teljesen más szemléletet tanulunk. A marsi szemlélet az az okokozati szemlélet. Amikor valamit megcsinálsz, valamit kiáramoltatsz, és annak van egy okozata, ami váramlik. És a kettő között megértés születik. Maga a fejlődés, a megértések sokasága a fejlődés. Minél több megértésed van, annál jobban tágul a világképed, annál jobban nő az igazságod, annál közelebb vagy a végtelen. A Jupiter nem ezt mondja, ő azt mondja, hogy nem kell ahhoz kiáramoltatni, hogy fejlődj. Elég szemlélő. Szemlélni másokat. És befogadni az információt, és megértéseket gyűjteni. Ugyanis ezt csinálja a felső éned is, vagyis te. Leküld ide téged, az egyéni éneket, és rajtad keresztül fejlődj. Szemléli a te tevékenységeidet. Képes vagy eljutni idáig, ahogy megyünk fölfelé. Ezen a helyszínen pedig azonosulunk a felső vénnel. Teljes kiterjedés térben és időben. Mert a te szellemi időségednek, még egyszer mondom, sem tér, sem idő nem szabhat gátot. Vannak fönt a YouTube-on egyébként nagyon sok előadásom, olyan, nem is tudom, hol tart, olyan 30-40-50, valahogy így be nem számolom. Mindenféle témában, a párkapcsolatból kezdve a pénzen át, a felemelkedés, négy elem bölcsessége, nagyon sok téma van fönt, érdemes megnézni, sokan hallgatják. Van-e most kérdésed? Eljött velem két tanítványom, akik szívesen mondanának pár szót, hogy ők mit gondolnak a képzésről, ők hogyan látták ezt a dolgot, úgyhogy most szeretnék megkérniteket, hogy így egyesével gyertek ki, és mondjatok pár szót. Sziasztok, én Reusa Ranka vagyok, és 2014-ben kezdtem az erőtana képzést, akkor az akkori 3-as csapattal, és tényleg igaz, hogy amit István mondott, hogy már az első fokozat után óriási változásokat tapasztaltam az életemben. Ami egy ilyen nagy dolog volt, az az, hogy teremtettem magamnak egy munkahelyet, ahova így, tehát tényleg egy olyat, amiben szerettem volna dolgozni, és ez tényleg úgy meg is valósult, ahogy én ezt elképzeltem. Aminek én nagyon-nagyon örültem, igazából az, hogy olyan technikákat kaptunk, hogy saját magamon tudtam dolgozni és változtatni. Tehát a saját jelen tulajdonságaimat tudtam egyre jobban rendbe tenni, és azokat, amik nagyon zavartak, azokat egyre jobban tudtam kivenni magamból, és amik pedig jó tulajdonságok voltak, azokat meg tudtam erősíteni. És azt vettem észre, hogy így megváltozik a kapcsolatom a családommal, tehát a gyerekeimmel kapcsolatban is egészen más lett a viszonyom. Illetve így az életben is, tehát ahogy én változtam, már más kapcsolatom lett az emberekkel, más események kezdtek el történni velem, tehát így megváltozott az életem is ezáltal.
aminek én nagyon örülök és nagyon hálás vagyok érte, hogy olyan erőket tanulunk meguralni, amikkel nem csak saját magunkat tudunk segíteni, hanem tudunk segíteni másokon is. Én sok gyógyítást csináltam ugye a családban, legfőképpen. És ami nagyon fontos ezeknél a gyógyításoknál, hogy lehetőség van arra, hogy az ember megértse a betegségének az okát, és hogyha tényleg sikerül megérteni, és megváltoztatni azt a viselkedést, vagy körülményt, ami miatt az a betegség létrejött, akkor utána már nem fog úgy, nem olyan fogékony arra a betegséget, tehát tényleg teljesen meg lehet gyógyítani. Erre szeretnék egy példát mesélni, aminek én nagyon örülök, hogy nagyon hálás vagyok érte. A kisfiam 10 éves volt, akkor kiderült róla, hogy aszmás, tehát tüdőgyógyász diagnosztizálta, hogy aszmás, és fel is írták neki a gyógyszert, hogy akkor ezt kell szedni így minden nap. És akkor úgy döntöttem, hogy nem minden fogom neki a gyógyszert így beadni minden nap, hanem tényleg segítek neki, és elkezdtem őt kezelni. Emellett még ilyen gyógynövényekből teákat is adtam neki, de nem a gyógyszert, és tényleg sikerült úgy kezelni, hogy nem jut elő a betegsége. Rá egy évre, akkor még elvittem, volt egy érdekes eset az iskolában, amikor így hasonlóan befulladt, mintha aszmás lenne. És ennek kapcsán elvittem olyan rendelésre, ahol tényleg rendesen kivizsgálták, hogy fennállnál még ez az aszmom, vagy sem. És akkor ott megállították, hogy már nem aszmás. Tehát ez nem az volt, ez egy ilyen pánik volt igazából, ami miatt úgy viselkedett. Úgyhogy azóta sem jött elő ez a betegsége. Én elvégeztem a üzemfejlesztést, a képzést is. Én nagyon szeretem azt a képzést, az erőtanát is, de az önfejlesztés tanánál ott tényleg saját magammal tudtam olyan szinten foglalkozni, ami szerintem óriási csoda, tehát így megismerni saját magunkat, hogy milyen tulajdonságaink vannak, kik vagyunk igazán, és hogy van lehetőség tényleg ezeket a tulajdonságokat rendbe rakni, megváltoztatni. Nagyon sok mindent tudnék így mesélni, tényleg így én napi szinten használom a képzésen tanultakat, és nagyon hasznosnak találom, és tényleg nagyon hálás vagyok érte, hogy elvégeztettem, és hogy ennyi mindent tudtam. Használom a kutatásokat, használom a teremtéseket, kell járni az önfejlesztést a helyszíneire rendszeresen. És tényleg úgy érzem, hogy egyre jobban úgy alakul az életem, ahol tényleg én szeretném azokat a dolgokat élem benne, amiket tényleg meg szeretnék élni az életemben. Ha valakinek van kérdése, akkor szívesen válaszolok. Köszönjük! Van-e most kérdésetek? Tudom, hogy nagyon sok az infó, tehát azt mondják, hogy egy ilyen előadáson hallottaknak nagyjából a 20%-át tudják befogadni az emberek. Nagyon kevésnek tartom, ezért szoktam mondani, hogy a képzéseket lehet célszerű ismételni. Egyébként minden képzésre szoktak jönni segítők, akik már elvégezték a 10 fokozatot, és tőlük is lehet kérdezni, mert én a saját szemszögemből tudom mondani a dolgokat, ők meg a sajátjukból. Úgyhogy mindig jobb több oldalról hallani. Hát ez egy hét múlva lesz, február 16-án. Az ÖT az április 14-én indul, és a belső békeképzés pedig március 9-én. Most esetleg lehet, hogy fölmerül bennetek a kérdés, hogy melyiket végezzem, melyik a szimpatikusabb, hol is lenne a helyem, szoktam kapni ilyen kérdéseket, hogy István, melyiket ajánlanád. Én mind a kettőt ajánlom.
Sokan végzik egyszerre a kettőt, ugyanis nagyon jól kiegészítik egymást. Nagyon jól. Tehát amit itt megtanulunk, azt itt nem tanuljuk, és fordítva. Ez nagyon részletes önismereti képzés. Nagyon-nagyon részletes. Apró kis morzsákra tudod szedni magadat, és megismerni, felépíteni. Itt nem annyira részletes az önismeret, de itt a négy elem uralását tanulod meg mindhárom síkon. Külön először foglalkozunk a fizikai testtel, azt rendbe tesszük, utána külön foglalkozunk az asztrál testtel, azt rendbe tesszük, utána külön foglalkozunk a szellemtesttel, azt rendbe tesszük. Amikor rendbe tesszük az egyik testeket, kezdjük a síkokat. Külön megtanuljuk uralni a fizikai síkot, külön az asztrál síkot, külön a mentál síkot. Tehát testen belül is, test lélekszellem hármasságon belül is, és kívül is megtanulunk mindent. Itt lényegesen többet tanulsz, mint a másik képzésen. Sokkal szerteágazóbb, nagyobb az ára is, napi 2 óra. Van, aki többet gyakorol. De tényleg kell hozzá 2 óra. Nem mondom, hogy dedikáltan 2 óra kell reggel. Reggel olvasom a gyakorlást, nem este, mikor már inkább az ágyat kívánod, nem a gyakorlást. Hanem inkább reggel. Rá lehet szállni reggel 1 órát, és akkor utána napközben 10 percenként összerakni azt a másikat. Vannak olyan gyakorlatok, amit nem tudsz a buszon csinálni, igen. De azt megcsinálod reggel, de sok olyan van, amit tudsz csinálni, amit a munkahelyeden. Talán még munka közben is. Igazából neked kell eldönteni, hogy mennyi időt szánsz magadra. Ha rá tudsz szánni 2 órát, ezt javaslom. Ha inkább 1 fél órát, ezt javaslom. Egyébként nem kell itt napi 1/2 óra. Én azt mondom, hogy heti 3x1/2 óra az elég erre. Tehát ez azért sokkal lazább. Itt kritérium minden fokozat elvégzésének az előző fokozat gyakorlatának a sikeressége. Tehát a 2-es fokozat gyakorlatait csak úgy tudod elvégezni, ha az 1-es fokozatait sikeresen megcsináltad. És itt tovább. Itt nincs ilyen. Itt csak annyi van, hogy néhányszor mennyire a helyszínekre, hogy legyen egy személyes megtapasztalásod, tudsz menni a következőre. Ez egy életre ad neked egy kulcsot. Ez egy kulcskészlet, amit bármilyen helyzetbe tudsz használni. Merem állítani, bármilyen helyzetbe kerülsz, ezekkel a kulcsokkal meg tudod oldani. Igen. Azt szeretném megkérdezni, illetve főleg, hogy a két, illetve a hölgy és az úrról beszéltek, hogy nagyon elméleti síkon beszélünk mindenről. És hogy főleg, hiszen ők már sok mindenen túl vannak, hogy milyen életszerű példák tudnátok mondani, ami valóban megváltozott. Ugye most elhangzott például ez az öngyógyítás, ugye te is beszéltél róla, hogy a szervek is minden szinten. Igen. Most lehet, hogy nem jól gondolom, de mondjuk valakinek van egy magas vérnyomása, erre tudunk hatást gyakorolni. Igen, természetesen. Mondja egy orvosi, miközben egy orvosi diagnózis azt mondja, hogy életed végén szednek. Igen. Igen, az öcsémet gyógyítottam így meg, ő gyógyszert szedett, és most már nem szed. Köszönöm, megkérdeztem Istent, hogy hogyan kell, és ő elmondta a technikát, és azt alkalmaztam, és most már nem szed, tehát el tudta hagyni a gyógyszert, amit szedett már jó pár éve magas vérnyomásra. A kedvenc gyógyításom, én párhozom, ilyen életszerű példákat hallanék, örülnék, hogyha kaphatnánk ilyesmiről visszajelzést, hogy nekem ezt jelentette, vagy ezt se került elérnem, vagy ettől ez lett valami. Igen. Van nekünk csak egy gyógyításra gondolok, hogy általánosságban ez egyből, ahogy most. Mi most is ezt tudom hozzátenni, hogy most olyan nagyon elméleti síkon beszélünk róla, és inkább azt érdekelne leginkább, hogy ez hogyan tudtátok kamatoztatni az életetek során. Mondjad! Igazából az egész életem így megváltozott, tehát hogy én már reggel úgy, tehát a gondolkodásom is megváltozott, tehát már eleve reggel úgy másképp indítom a napomat, most így nem szeretném még pontosan elmondani, hogy hogyan, de tehát megvan az. Te például az érdekelje, hogy mi volt, ha ezt megelőzően is például kapunk olyan gyakorlatot, vagy tudatos, hogy egy olyan gyakorlatot, amit fürdés közben lehet használni, amivel meg tudod tisztítani magadat azoktól a negatív dolgoktól, amik így mondjuk éjszaka ránk jönnek, vagy
befolyásolhatnak, és ez konkrétan egy gyakorlat, ezt minden reggel, amikor zuhanyzó használom, és este is használom, és ezáltal... Ilyen szorongásokra gondolsz, vagy nem, hát nagyon sok negatív befolyás, tehát nagyon sok negatív üzenetet kapunk ettől a világtól, félelmeket, és én például sokkal bátrabb lettem, tehát amióta ezt a képzést csinálom, ez egy konkrétum. Tehát az egész napom igazából, tehát én gyakorlok is, igazából úgy alakul, ahogyan én szeretném, olyan dolgokat élek meg, amiket szeretnék. Tehát korábban ezért nem így volt, én is sokkal többet csodoltam. Nem mondom, hogy nem, tehát nekem is még nagyon sokat kell dolgoznom magamon, meg nagyon sokat kell változtatni magamon, de most már így vannak olyan lehetőségek a kezemben, amiket tudok használni. Tehát hogyha van mondjuk egy élethelyzet, amit nem igazán értek, vagy úgy zavar engem, akkor mondjuk elviszem az egyik helyszínre, és akkor ott szeretettel mondjuk egy negatív érzést át tudok alakítani egy pozitív érzésé. És én ezt minden nap használom, meg úgyhogy technikát is használom, nagyon sok technika van tényleg, amit lehet használni. Igazából az egész képzésen gyakorlatokból áll, amit kap az ember, és akkor azokat tudja használni. Nekem a kedvenc gyógyításom egy német családtól van, ahol az anyuka kisbabát várt, és pajzsmirigy daganata volt. És az orvosok azt mondták, hogy meg kell azonnal műteni, és elveszíti a gyermekét. És így kerestek meg ezzel a tünettel, és néhány kezelés, 5-7 kezelés után eltűnt a daganat, és amikor megszületett a pici, akkor küldtek róla egy fényképet, hogy köszönjük szépen. Bármilyen daganatot, bármilyen hasnyálmirigy problémát, veseelégtelenséget, rákos daganat, vagy jóindulatú ciszta, térproblémák, immunrendszeri problémák, nem tudom, sorolhatnám, mert én folyamatosan egy 10-15 beteget gyógyítok folyamatosan, tehát mindig valaki megműdül, és akkor tudok fölvenni egy új embert. Nagyon kevésszer mondok nemet, tehát így, és akkor nem tudom, 100-ból egy embernek mondok nemet. A gyógyítási folyamatban nincs semmi fizikális. Nincs. Nem fogod meg, nem... Nem. Én csak távba gyógyítok. Nincs. Sokkal több ember tudok így meggyógyítani, mint ha személyesen találkoznék. Egyébként a léptesben éplélek.hu-n vannak személyes leírások arról, hogy ki hogyan érte meg ezt a képzést, mit adott neki. Egy egész hosszú leírás, ezt érdemes elolvasni. Van a YouTube-on egy előadás, egy bemutató előadás a képzésről, tehát a honlapomra ez van becsatolva, tehát hogy a honlapból akkor megtalálod. És ott 8 tanítványom áll ide ki, és mondja el sokkal hosszabb, akár egy órára beszélnek ők 8-an, hogy nekik mit adott ez a képzés, és hova fejlődtek, milyen sikereik, eredményeik vannak. És van nekünk egy belső fórumunk, hát ezt nem tudjátok így megnézni, csak ha már csatlakoztatok, de ha csatlakoztatok, akkor visszamenőleg hosszú éveken át végig tudod nézni a fórumnak a bejegyzéseit, ahol napi szinten vannak sikerélmények. Tehát most, ahogy mondom, hogy 800 fő körül tartunk jelenleg, gondolhatod, hogy folyamatosan írják be a sikereket, élményeket, és rendkívül hát nagyon ösztönző ezeket olvasni, hogy azok az emberek, akik előtted csak pár hónappal kezdtek, vagy évekkel kezdtek, hova jutottak. Ezért javaslom a klubokra járást is. Egyébként Siófokról is vannak páran, akik a képzésre járnak. És feljönnek a klubra, Budapestre, mert olyan emberekkel találkoznak, akik napi szinten ezt csinálják, gyakorolnak. Rendkívül ösztönző, mondjuk, hogy elvégzel egy 2-es fokozatot, és hallott, hogy a 3-as fokozaton milyen sikerek vannak. Mondják az emberek, hogy most végeztem, és ez történt velem. Egyébként gyakran megosztják a fórumon is, tehát ott is az is nagyon hasznos, hogyha azt olvasod. És mindegyik egymásra épül. Nincs olyan, hogy most valaki a 7-esre akar menni. Nincs, azt nem lehet, nem is tudnád megcsinálni. Hát beülhetné, sok érdekeset hallanál, az biztos. Főleg a 7-esen az a legérdekesebb fokozat.
de nem tudod megcsinálni a gyakorlatot. Tehát mondok egy példát. Tehát mondjuk az egyes fokozaton tanuljuk a gondolat uralását, hogy egy dologra tudják koncentrálni. A kettesen van egy olyan gyakorlatunk, hogy megnézel egy almát, alaposan memorizálod, aztán becsukod a szemed és elképzeled az almát. Minél részletesebben, tehát fönntartod az almának a képét. Na most, ha nem tudsz koncentrálni egy dologra húzamosabb ideig, akkor nem tudod megcsinálni ezt a gyakorlatot. Egyébként ezzel a technikával nagyon nagy mértékben fejlődik az uralmad az elemek felett, például a vizualizációs technikád, ami a tűzelemtől van. Tehát a tűzelem uralása nő azáltal, hogy ezt a képzelőrödet növeled így az alma elképzelésével. Nagyságrendileg változik egyébként a napod. Tehát, hogyha reggel megcsinálsz egy ilyen almás gyakorlatot, akkor aznap el van csendesedve az elméd. Azért, mert az alma ugyan nincs ott, csak te képzeled, de ezt nyitott szemmel is megcsináljuk egyébként, nem csak csukottal. És az agyad hiába mondja, hogy de hát nincs ott az alma. De te azt mondod, mint én, a te tudósok, na pedig ott van, én elképzelem ott az almát. Vagyis megjelent a főnök, te, az életedbe. Így a tudatalatti tudat háttérbe szorul. Sokkal kevésbé próbálkozik be napközben, sokkal kevesebb a negatív gondolat, kevesebb a negatív érzés. Jelen van a főnök, te. Ez az előadás fel fog kerülni a YouTube-ra, tehát meg tudod újra hallgatni. Tudom, most sok volt az info. És hát van nagyon sok előadásom fönt. Tehát mindenféle szemszögből igyekszem megvilágítani a témát, hogy érdemes nézegetni, hallgatni. És hogyha úgy döntesz, hogy jössz a közösségbe, akkor várunk szeretettel. Ez egy nagyon szeretetteljes közösség, nagyon sok közös programunk van. Például ugye vannak csütörtökönként a klubok. Van nekem egy biogazdaságom egyébként Pusztazámoron. Párommal közösen csináljuk, még emellett. És ott szoktunk tartani három havonta ilyen közösségi összejöveteleket, rakunk a tüzet, dobolgatunk, táncolgatunk, énekelünk, ilyen közös teremtőtechnikákat csinálunk, nagyon jó hangulatba telik. Hajnalban úgy kell szétkergetni a csapatot, hogy most menjetek haza aludni. Szóval tényleg jó hangulatba telik, aztán van nyári táborunk, most július végén lesz, ahol 4 napot töltünk együtt, Bükszentkereszten, nagyon nagy szeretetben, egy óriási energiabomba, tehát így hónapokra rá is érzed, hogy ott voltál. Úgyhogy oda is várlak szeretettel, hogy jössz a csapatba. És egyébként a fórum nem csak arra való, hogy megírd a saját élményeidet, hanem kérdéseket is tehetsz fel. Tehát bármivel rakhatsz, fölteszed a kérdést, és perceken belül sok választ kapsz. Mert abban a cipőben más is járt, amiben te. Egyébként most erre a képzésre kedvezmény van. Ez korábban 38 ezer forintba került egy fokozat, most 25 ezer forintba kerül egy fokozat. Érdemes most elindulni, és mind a 10 fokozat ezen az áron lesz, tehát nem. Tehát, hogyha most elindulsz, akkor ennyibe kerül. Az önfejlesztés a 15 ezer forintba kerül egy fokozat, a belső béke képzés pedig 20 ezer forintba kerül az egy alkalom. Igen? Igen. Egyszerű szóval jövő, ilyen ateista vagyok, ha ezt lehet így megfogalmazni. Nekem egy picit mindig mindre fülemet, ha megtanom azt az egy szót. Igen. És nem tudom, hogy ez, hogy csak remélem, hogy ez nem okoz különösen gondot. Nem okoz gondot. Nem tanulunk semmilyen dogmát, vagy valamilyen parancsolatot, amit be kell tartani, nem vagyunk szekta. Önismeret, felemelkedés, ez a cél, mindenkinek szabad akarata van, szabad akaratból jön és szabad akaratból távozik, akkor, amikor akar, semmi sem kötelező, én leszek az utolsó, aki elveszi valakinek a szabad akaratát. Hogyha nem hiszel Istenben, nem kell. De biztos hiszel valami feletti dologban, ami több az anyagnál,
ami valahogy talán irányítja ezt a világot, talán irányítja a dolgokat, talán nem véletlenül történnek a dolgok. Én se járok templomba, úgy gondolom, hogy Isten most is itt van, mindenkiben ott van, egy mosolyba, egy pillantásba. Isten az embereken keresztül fejezi ki önmagát. A párodon keresztül simogat meg téged, vagy ölel át. Végtelen szeretettel, elfogadással van mindenki iránt, hiszen az ő gyermekei vagyunk. Én ezt gondolom. Hogy ki Isten? Én azt gondolom, hogy Isten elméjében élünk. Azt gondolom, hogy ez egy mentális világ, és itt minden mentális. Beleértve a padot is, a testedet is, és mindent. A tudósok ezt úgy fedezték fel, hogy vannak ugye az elektronok, az alatt az atommag, stb. És felfedezték, hogy a legmélyebben az úgynevezett kvantum van, vagy kvantát, ami már tiszta energia. Talán hallottál ilyet, hogy az a tudós, aki nagyon mélyen foglalkozik a dolgokkal, előbb-utóbb hívő lesz, mert rájön arra, hogy a legmélyebb szinteken már nem talál anyagot. De hát ez is csak pár gondolat. Jó, hát ha nincs több kérdésetek, akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és várjátok egy szeretettel a képzésekre. Köszönöm szépen, hogy én jól éreztem magamat. Köszönöm. Köszönöm.